Szervusztok, Csonti vagyok, szép jó reggelt kívánok. SimCity ismételten, remélem most már senki sem rágja tovább az ágy szélét azért, hogy hol van a SimCity, hol van a SimCity? Na, itt van a SimCity. Úgyhogy meg lehet nyugodni, semmi sincs veszve. No, visszatértem az útfolyam városkához, ami egy kísérleti város, abból a szempontból, hogy egyetlen egy út keresztül kasú kanyarog az egész városkában, és megnézem, hogy ez vajon mennyire működőképes-e, vagy sem. Na, amit látjátok, 12.000 lakos, kis kertváros, illetve egy-két ház most már elkezdett tovább fejlődni is. Hát az utak azok csordultig tele vannak, viszont egyelőre nincsenek komolyabb problémák. Esetenként csak annyi, hogy a tűzoltónak nagyobb utat kell bejárnia, illetve a rendőrnek, hogy a helyszínre érjen, de ezt lehet azzal orvosolni, hogy több tűzoltóságot telepítek le, mint ahogy tettem is, egy itt, hát kicsit költségesebb, így az elején, de később lehet, hogy meg fog térülni a dugó hiányában. Na, amint látjátok, itt az autóknak próbálok annyival kedvezni, hogy ugye ilyen szögletes útkereszteződéseket, vagy ilyen útkanyarokat csinálok, ahelyett, hogy itt elgörbíteném az utat, mert akkor ugye nincsen ilyen kereszteződés, mint ahogy ezt itt látjátok. Na, megpróbálok így egy ilyen útgörbületet csinálni, útkanyarulatot. Hopp, ez nem sikerült. Na, még egyszer. Hoppá. Na, és ebben nincsen egyetlen egy ilyen kis kereszteződése, ahol esetleg megállhatnak az autó. Hát itt ugye, amit látjátok, az autók feltorlódnak. Na, és akkor ezt megpróbálom kicsit ellensúlyozni. Hát itt is el kell, hogy bontsam érte a rendőrséget sajnos. Na, de meglátjuk. Hogy ez milyen hatással lesz így a forgalomra. Így egy ilyen kis aranyos félkörív. Na, és az autók már is megindultak, és így az éjszakai csúcsot talán sikerül ellensúlyoznom. Na, hát és ez is a kísérlet része. Na, tovább begyorsítom az időt, hogy fejlődjenek tovább a házikók. Ide meg visszateszem a kis pavilont. És itt volt. Na, mindenki boldogabb lett. Itt vannak a gyárak, illetve egy kis kereskedelmi épületsor is. Itt a tűzoltóság és a rendőrség kedvéért érdemes azért meghagyni ezt az útkereszteződést egy-egy helyen, hogy ott be tudjanak fordulni, mert akkor úgy kevesebb utat tesznek meg. Példának okáért volt olyan, hogy a rendőr így elindult és így bejárta az egész várost, hogy itt a belépőnél tudjon megfordulni a szerencsétlen. Na hát, hogyha van ott azért egy kereszteződés, azért annyival könnyebb a dolguk, hogy itt fordulnak meg. Na, de nézzük csak. Elindult a rendőr. Most követjük. Hát itt láthatóan araszolnak, úgyhogy na és ja, most csak visszafele ment. Na, nézzük csak a rendőrségnek a hatékonyságát. 7 bűnöző. Megteltek a fogdák is.
Ez nem jó, akkor kapnak egy fogdát. Bár... Hát, megépítem egy penész. És van sok pénzem. Túlzsúfoltság. Na, most már nem nincsen túlzsúfoltság. Igen, itt vannak a kukások. Áramot pedig a szélerőmű termel. Víz is még akad. De lehet, hogy eljátszom majd itt a szennyvíz tisztító teleppel a trükköt. Jól jön az majd. Bár még a szennyvízzel nincsenek különösebb problémák, de jobb előbb neki látni, mint később. Na, nézzük csak. Aha. Lerakom én így ide a semmi közepére, és akkor ott majd elkezdi nekem a vizecskét termelni. Közben itt van a polgármesteri villa is, így a nagy semmi közepén. Hú, valahol biztos furikázom az autóval. Abba is van egy autó egyébként. Nem csak. Hú, és nem tüntetnek, azért az nem kis szó. Na igen, 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 itt az autó. Na, tehát, hogyha polgármesteri villát építetek, akkor egy ilyen kis kellemes, régi divatú, vagy hát ilyen régi autót kapunk, és ezzel dolgozunk. Itt van egy óra is, ami így a pontos idő szerint jár. A játékbeli pontos idő. Szerintem le is bontom azt a koszos szennyvíz elvezetőt. És itt már ez itt átvette a működést. Szuper! Na, lássuk. Épülnek most már szépen a lakóházak. Elég nagy igény van kereskedelmi épületekre, amint látom. Nincs elég hely a sűrűség növelésére. Ajjaj. Na igen, ez van, amikor egy nagy sűrűségű, vagy egy egysávos út a kétsávossal van szomszédságban. Ugye erre oda kell figyelni. Nincs helyük sajnos. Ez azért történhet, mert ha megnézzük, ha emellé próbálok tenni, akkor itt még pont lenne helyük, de emellé akkor ott már ütközés van. Na, ott tudnám ezt prezentálni. Sehol. Mindegy. Majd lehet csinálok egy külön utas videót most már tényleg, hogy mikre érdemes figyelni. Illetve ilyen útépítési technikákról. De az majd egy következő videó lesz. Egyelőre ezt a városkát is szeretném megmutatni, hogy mit tud. Na, amint látjátok, így az esti csúcsforgalom így zavartalanul halad előre, és mindenki, amint eléri az úti célját, szépen bekanyarodik a kis házába,
és kiszáll a forgalomból, remélhetőleg minél előbb. Ahogy nézem, itt fogja meg a forgalmat nagyon a cucc. Hát lehet, hogy ennek az egyutas megoldásnak az lesz az ára, hogy több rendőrséget, meg több tűzoltóságot, meg több kórházat vagy klinikát kell majd felhúzni. De szerintem ez még egy elviselhető ár. Így hosszú távon. Két napelemet, meg ide is egy vízszivattyút. Jó, ez most egy darabig megint elég lesz. Hop, 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 tűz, tűz, tűz. Hol vannak a hősies tűzoltóim? Ja, nem működnek áram meg víz hiányában, oké. Hát akkor a gyáraim szépen most leégnek. Hát igen, ezért kell odafigyelni, hogy legyen mindig áram és víz. Ami most már vagyon. De hát és legelsőnek pont a tűzoltóság kapcsol ki mindig. Vagy pont az, aminek nem kéne. Azért azt megcsinálhatnák, hogy azért ha van, akkor így priorizálva kapcsoljanak le az épületek, tehát amilyen létfenntartáshoz szükséges, azt lehetőség szerint utoljára kapcsolja már ki a játék. Ezt nagyon tudnám díjazni. Ó, 11 elhagyott épület. Elfogyott a pénz. Elfogyott a pénz. Jó, nincs áram, ezért ott hagyjuk az épületet. Épülettűz. Igen, a legutóbbi patch-ek óta így a pénzhiány és az épülettűz sokkal nagyobb hatást gyakorol így a... az épületekre, illetve a lakóknak így a moráljára. Úgyhogy ezekre is érdemes mindig odafigyelni. Na, új irodaépületek. Nem tudom, hogy halljátok-e, de ez még így a Sims 1-2 vásárlózene, amit megy a boltban. Jók ezek a kis áthallások. Sims 1-el még annó játszottam úgy viszonylag többet, aztán még a 2-vel is. De amikor így már meglett, lett egy hatalmas nagy villám, minden állást kimaxoltam, és mindenem megvolt, amivel kellett, és már az egész szomszédsággal összejöttem, akkor úgy meguntam. Egy frankon ilyen mindenki mindenkivel volt felállás. Ne leszünk. Yeah, tűzijáték! Ja, itt a rendőrség nagyon megfogja a cuccot. Alkalmazottakat keresnek. Na jó, én szerintem ezt így muszáj leszek meglépni, mert itt az egész városka veszélyben van. Akkor a forgalmi dugó van ebből a rendőrségből. Azt mondja, hogy...
akkor ezt így ide bekanyarítom, akkor az úgy. Hát ez így elég furin néz ki. Lehet inkább azt kéne oda kanyarítani. Hopsz, ott egy lakóház is volt. Előfordul ez. Ez így most mit akar, de most komolyan? Na ne, pomoljunk már. Ez egy picit randácska, de legalább a miénk. Na. Mi volt itt, rendőrség? Jó, most kiszabadultak a bűnözők is, annyi baj legyen. Szépen visszakapják a fogdákat is, és majd a rendőrautókat is. Yeah, bűnözési hullámot indítottam el a városkában. Nem gond, majd elkapjuk őket újra. Kétes elemek bűncselekmény folyamatban. Rablás ott a túlvégen. Jó, amint lehet, adok újabb rendőrautókat itt a telepnek. Hadd járőrözzenek. Na és most már 15 ezer lakosom van. Ó, és ahogy hallom, megjöttek a tüntetők is. Na, de már el is mentek. Volt egy pillanatig egy tüntetés, na ezt már szeretem. Gyorsan eltakarodtak. Na, és jönnek az új lakóházikók. Hurrá! Túl sok a haláleset. Hát igen, nehéz ügy. Jajjaj, még nem kötöttem be a szennyvíz elvezetőt. Na, most már jó lesz. Folyamatosan elhagyott épületek, de nincs nagy probléma. Egy kis fluktuáció lakos márt. Hülyék elköltöznek, és csak a kemények maradnak meg.
korábbi patch óta, ugye, hogyha elbontok egy ilyen elhagyatott vagy bármi miatt lesérült épületet, akkor ott legalább 6 órának el kell telnie, hogy elkezdjen újraépülni, nem így. Na, itt mi történik? A rendőr megkapta a forgalmat. Istenem. Adjunk hozzá még pár mentőautót. Ide is. Más utca. Jó, ez még jó, ez a kis közepes utca is. Egyelőre. Na és már 17 000 lakos. Hát igen, ahogy így továbbfejlődnek a házikók, egyre több lakos özöllik a városba, és ezáltal ugye a problémák is jönnek. Meyers rezidencia. Akkor azt mondom, Meyers rezidencia. Pont egy ilyen kis faviskóra gondolnék, amire ha ráfúj a szél, már összedől. De a szomszédos Cejocó rezidencia. Na, itt laknak Jocójék, Cejocójék. Schmidt rezidencia. Pénzre van szükségünk most. Hát arra mindenkinek. Tényleg erőt eszembe jutott egy nagyon jó kis videó ötlet most erről. Az lesz majd talán a következő SimCity videó. Mi ez a kocsisor? Miért nem haladtok? Istenem! Felmondott a rosszul fizető munkahelyen. Leépítés, hazamegy. Leépítették, hazamegy. Hazafelé tart, kirúgta a főnöke. Amúgy is utálom ezt a melót. Hazafelé tart, kirúgta a főnöke. Ó, bájos. Jó, hát sok boldog ember lesz. Nem talált rosszul, feladta az állás keresését, nem talált rosszul fizető állás. Jól érzi magát, hazafelé tart. Jól érzi magát, hazafelé tart. Nem talált munkát. Úgy van valamilyen munkája. Átépítem kereskedelmire ezt az épületet. Amúgy csak kellene a gyára. Épület tűz, hajjaj. Na és egyre több csövesem is van, ahogy nézem. De nem gond. Egyelőre megnézzük, hogy mennyire válik be ez az út. Nem jó, mert itt valamiért nem haladnak megfelelően az autók.
és szerintem simán mehetnének, hát itt semmi probléma nincsen ebből. Ha csak... forgalmas sugárutat csinálnak, és akkor talán jobban megindulnak. Vissza egy sávval. De nem akarnak, valamiért itt folyamatosan megállnak. Hát igen, itt ez az egy kereszteződés, itt ekkora dugót tud okozni sajnos. Nem baj, majd szép fokozatosan átépítem. Az oktatásra egyébként azért érdemes odafigyelni, mert ha butábbak a színek, akkor többet szemetelnek, több tüzet csinálnak, és több balesetet is szenvednek, és minél okosabbak, annál kevesebb lesz az ilyen jellegű probléma, úgyhogy érdemes erre is figyelmet szentelni. Bár az okosabb színeknek meg nagyobbak lesznek az igényeik szép lassan, úgyhogy ez egy ilyen oda-vissza történő dolog, tehát valahol ugyanazt a pénzt be kell fektetni. Fogd a megtelt. Nehogy már, ott van hely bőven. Bőven van még hely a fognában. Jó lesz ez, én érzem én már. Hopp, ott egy gyanús elem, reméljük elkapják a rendőrök. De ahogy nézem a rendőrök mellett, hogy mögött megy, elengedte a rendőröket. Na, begyorsítjuk. Kicsit az időt tovább. Elszabadult épület tűz. Hol? Merre? Ki? Na, jó sok hajléktalan van azért a városkában. De hát amíg a lakosság növekvő tendenciát mutat, addig nincs probléma. Mint itt látjátok, itt már itt szép folyam fokozatosan halad fölfele. És már Metropolis vagyunk, huhú! Mondjuk az a baj, hogyha folyamatosan elbontom az épületeket, akkor meg nem fognak úgy fejlődni. Itt is csak azért nem fejlődnek, mert nincs hely a sűrűség növelésére. Sajna. Itt meg hát szoszó. Itt a nyomortanya. Hopp! Az ott egy lakóház volt. Jól mennek a dolgok. Mi bajod? Túl nagy a bűnözés, nincs pénz. Elhagyom ezt a várost, ahol csak a halál lakik. Csak nyugodtan, tessék. Útfolyam büszke népének csak az erősekre van szüksége. Na, itt meg majd amikor szükség lesz, már szép nagy vízkészletek lesznek remélhetőleg. Olyaj, kigyulladt a bolt! Magándetektív ügynökség tűz alatt vagy neki. Kiégett a magándetektív ügynökség. Ne! Lakatószakot felgyújtotta. Bo-
bevonta magát detektív ügynökséget. Hullala! Tele vagyunk, járvány van. Na, bővítsük tovább a kliniket. Négy, 55. Gyerünk, mekkora beteg áradat. Úristen, így küszködnek az emberek. Rohadt sok beteg van itt. Valamiért, csak tudnám miért. És ezek ráadásul ilyen lassan vergődnek el a klinikáig. Rosszul érzi magát, kórházba tart, gyalog. Az nem tudom, hogy ez direkt van-e, hogy így elakadnak a betegek, vagy így úgy mennek, mint hogyha így a végnapjaikat élnék, vagy... Ez csak egy bug. Ez is egy bug. Mentőautó 4. Na azért ledolgozzuk itt a pácienseket szépen. Mindenki ellátásra kerül. Jaj, hozzáadok most már egy cégért ehhez a jól menő kis klinikához. Ez így a város klinikája. Health klinik. Egészségügyi klinika. Na azért jól néz ki ez az út. Egyenesen. Megyünk. Kertvárosi házak, itt jönnek a sorházak. Valószínűleg egyébként így, ahogy elnézem, a lakosság az nem az okosabb fajtákból fog összetevődni, de szép lassan gyarapodnak, úgyhogy ez is egy ilyen tapasztalat így a városkával kapcsolatban. Minden esetre szépen növekszik a lakosság. Hát a közműve, a közszolgálatra oda kell figyelni, mert ahogy látjátok, a beteg áradat így szép lassan vázolog a klinika felé. De hogyha minden sarokra építünk klinikát, tűzoltóságot és rendőrséget, nem lesz akkor olyan nagy gond, csak ez egy picivel több többlet kiadással jár majd hosszú távon, de kell majd, hogy a város az működőképes maradjon. Na, ezt a videót most itt fejezem be. Később még jelentkezem fejleményekkel, hogy mit sikerült alkotni így az útfolyam városával. Mindenesetre úgy tűnik, hogy ez is egy működőképes taktika. Érdemes az utakat ilyen kanyarulatosra csinálni, hogy ezáltal a forgalom flottabbul haladjon, és egyfajta úttal érdemes végig majd mahinálni, úgyhogy lehet, hogy majd később én is átépítem a városkának ezt a felét fokozatosan. De ez már a következő videónak témája lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hetet kívánok, sziasztok!